A költészet napjához kapcsolódóan szervezték meg a diák önkormányzat által meghirdetett vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetését. A beérkezett pályaművekkel a zsűri nagyon elégedett volt. Fantasztikus pályamunkák érkeztek, én nagyon élveztem, amikor olvastam a verseket és a novellákat, a téma ugye a szárnyalás volt, és nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, mert teljesen diák önkormányzati kezdeményezés volt, ami mögé állt az önkormányzat. Egy kis jutalom osztása, hogy motiváljuk a gyerekeket, hogy minél több ilyen érdekes pályamű szülessen, és a gyerekek a fantáziájukat ki tudják bontakoztatni. Hát, voltak olyan pályaművek, amire azt gondolom, hogy tényleg meglepetés volt, amikor megnéztem a nevet és az életkort. Sokkal-sokkal meghaladják a felkészültség, a szókincs, az életkorukat a pályázók, úgyhogy fantasztikus élmény volt olvasni ezeket a pályaműveket. Én úgy gondolom, hogy az első három helyezett témamű mindegyike önmagában nagyon különleges. Van egy szívemhez közel álló, de többen döntöttünk a díjazottakról, és úgy gondolom, hogy a sorrend az tükrözi a munka mélységét és a különlegességét. Én azt gondolom, mindegyiket érdemes egyébként elolvasni, mert mindegyikben van olyan mondani való, ami képes megfogni és hatni másokra, és azt hiszem, hogy ez volt a lényeg. Nagyon érdekes, hogy volt, aki saját élményéből indult ki, volt, aki más látott, és az mozgatta meg annyira az ő belső gondolatvilágát, hogy ösztönözte egy ilyen pályamű létrehozására. Ezek nagyon különlegesek, úgyhogy én ajánlani tudom csak, hogy olvassák el őket. 17-en írtak verset, abból 15 pályázott, tehát volt, aki többet is beadott. A mese kategóriát is kiírtuk, de ha jól emlékszem, akkor abban nem érkezett. Verseket és novellákat kaptunk. Március elején hirdettük meg a pályázatot, és hát külön értékeltük, 3-3 díjazott mind a két kategóriában megszületett. A Petruzsényi Eszter, dr. Beró Henrietta és az ifjúságügyi megbízottunk bírálták el a műveket. Nagyon szeretnénk támogatni a művészeti pályázatokat, az irodalom szerintem nagyon fontos, és hát minden évben meg szoktuk ezt rendezni. Tavaly, ha jól emlékszem, nem is volt cím megadva, most viszont úgy gondoltam, hogy a szárnyalás az egy viszonylag elvontabb téma, amiből azért lehet alkotni. Voltak egészen megdöbbentő művek, amiket nem is gondoltunk volna mondjuk egy hetedikestől, teljesen ledöbbentünk. A pályázatra kiváló pályamunkák érkeztek, vers és próza kategóriában egyaránt, ami ismét csak a tatai diákok kreativitását bizonyítja.